a malackát. Egy, kettő, három! Hussál, malac! Gyerünk, malac, rohanj! Gyerünk, hussál! Ez az! Gyerünk, ne hagyd magad, malacka! Ne, galop, ne! Ne, galop, galop! Galop, ne! Rúgni nem én! Hozzá, Krisztián! Ez az! Krisztián, ez szobamalacám! Ezt komolyan mondom neked! Szobamalac! Szeged, de még egyszer, meg tudom még egyszer fogni. Nem, jó, tehát a Krisztián élettem alatt. Borát nem jár hozzá? De itt a gáz! Zsákolhat a vietet. Jó, van, ügyes voltál. Még ne csukd be a zsákot, mert még lesz nyúlfogó verseny, és remélem részt veszel benne. Milyen verseny? Apa is részt veszel. Nagyon helyes. Mindig lehet nevezni. Mitiknek is keresni? Milyen nem jöjjön? Persze, Karel Toma. A divat is milyen nem a maradtán? Na? Nyuszi fogó mehet akkor? Igen! Na! Mi szaladnak ezek a nyulak? Hello! Ez bunda! Meg tudta rálni a nyulak! Vagy nyulat. Na most akkor mi lesz? Kis vagy nyulat. Jó édes lányok, túl zsivány vagy el. Meg kellett volna kergetni a nyulat a így van. A balat az nem kergetve a nyul meg semmi. Mit? Van még nyul? Még egy van. Még egy van. Na az a nagyoké. Előtte figyelj! András, stresszelj egy kicsit azt a nyulat, hogy mozogjon. Nem azt mondtam, hogy ezért töltő nyul legyen, vagy rázott legyen. Na, nagyobb kör! Tehát akkor szabad nagyobb kör, nagyobb kör, nagyobbat. A picik azok mehetnek közelebb. Húszat. Stresszelve is van. Egy, kettő. Ravaznak már, mit tudják, hogy a kettő után három jön, mit? Egy, rak ki a földre, három, gyerünk! Jézus, meg sem mozdul! Megvan a bőre, minden szőre, mindene? Hogy fogja? Te, Gyuri is benne van a bőrébe? Mert ugye? Jó, gratulálok, ügyesek voltatok! Az eredményhirdetést szeretnék köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, akik bármely módon segítettek bennünket abban, hogy ez a program megvalósuljon. Illetve szeretnék köszönetet mondani a fogadosoknak, hogy erre a rossz időre való tekintettel ilyen szép számban megjelentek. Reméljük jövőre még többen leszünk, további jó versenyzést kívánok mindenkinek. És átadnám a szót Pló László úrnak. Keresen lezajlott a Csetényi gazdafogadhajtó találkozó. Nagyon izgultam. Azt is megmondom, hogy miért. Azért, mert ez a pálya mindig egy kicsit csalós, és ebben mindig vannak olyan flip-flakkok, amik meglepetést okoznak, és ez most is így történt, de hála Isten ebből a meglepetésből nem lett komolyabb baj. És ez véget én minden hajtónak külön megköszönöm azt a sportszerű viselkedést és hajtást, amit itt tulajdonképpen Csetényben, ahogy viselkedtek és ahogy hajtottak. A vadászhajtással szeretnék kezdeni. A vadászhajtás nagyon pörgős, nagyon fordulatos versenyt hozott. Ez véget nagyon-nagyon szoros volt a küzdelem, és mivel már rájöttünk arra, hogy ebben a vadászhajtásban század másodpercet is kell írnunk, mert vannak olyan időeredmények, amik annyira szinte másodperc pontosan megegyeznek, és itt most hála Isten segítségünkre volt a század másodperc, és... Köszönöm!
Gratulálunk még egyszer Vörös Józsefnek, aki Morról eljött ide hozzánk, és most már folyamatosan hozza magával mindig ezt a csikót is. Ötödik helyezett, nem más lett, mint egy helyi versenyző, Idős Vörös József. Gratulálunk Idős Vörös Józsefnek. Ebben látom. Jó, akkor majd a szalagot és a díjat adjátok át nekik. Ötödik helyezett lett Szili Sándor Barnabás. Nem. Egy pillanat, mert a legalján vannak. Tessék, ezt. Így van, utána. Sárga, piros. És egy szép lovasszobrot Kovács Géza felajánlásával. Gratulálunk a versenyzőnek. Továbbiakban sok sikert kívánunk. És a vadászhajtás harmadik helyezettje. Szejvolt Mihály, aki nem más, mint Várpalotáról érkezett. Gratulálunk Szejvolt Misinek, aki Várpalotáról érkezett. És a gazdafogadhajtó verseny folyamatos résztvevője. Úgy gondolom már sorakoznak otthon a szallagok és a kupák. És most nézzük, ki lett a második helyezett. Nem más, mint Berhidáról érkezett fiatalember, Szőke Szabolcs! Oda meg van neki telepődve, ugye? Pedig nagyon jól ment ám a Szabolcs. Megy egy szép tiszteletkör. Tehát gratulálunk még egyszer Szőke Szabolcsnak. És az első helyezett, nem más, nincs is fogata. Itt áll előttem. Egy tiszteletkört Józsika. Gyalog ám, Léló, nem ám elmész most még fogatért. Eltanult a Ferenctől, ugye? Mert Berhidán nem is úgy jön ki díjkiosztás, hogy nincs is fogata a notávalon a tribün mellett. Ez már hagyományos lesz. Az a nagy. Józsika, gratulálunk szépen! És ezzel a vadászhajtás díjkiosztását befejezzük. Gratulálunk még egyszer a vadászhajtásban részt vett versenyzőknek és a nagyon jó eredményeikhez. A gazdafogadhajtás! Nem tudom, hogy az idén ez volt-e az utolsó gazdafogadhajtó verseny. Én remélem, hogy nem. Meglátjuk a jövőben, mit fog hozni a jövő, inkább úgy mondom. Volt döntetlen, volt a gazdafogadhajtóban olyan versenyző, aki részvételt vett ezen, ugyanis indulni azért nem indulhatott rajta, mert B-kategóriás versenyző, és ugye megbeszéltük a verseny szabályzat alapján, hogy licences lovakkal ebben a versenyszámban ugye nem lehet indulni. Itt van? Hol van az András? Tessék, erre ide jön lóval. Diszítsétek már fel ezt a gyereket, olyan szépen estek itt a fogadta, komolyan mondom. Rakjatok egyet a másik felére is. Majd mindjárt a lókkapet húzít, azt hiszem.
Oda, oda. Hát az a úriember, mi? Hogy lepattant a puszír, mi? Öcsém, nem semmi. Te kapsz még egyet, leugrasz még egyszer? Tehát köszönjük szépen Varga Zsoltnak és Ihász Andrásnak, hogy a gazdafogadhajtó versenyen részvételként részt vettek. 20. helyezett lett Ferenc Robert! Tehát gratulálunk még egyszer Ferenc Robertnek. Így van. Oda jár az, igen, csak ugye Ferenc Robert néven indult az úr. Puszi nincs. Puszi nincs. Oda, hogy ugrálnak az emberek a puszért, mi? Azt a mindenit neki. 19. helyezést ért el Kálmán János. A 19. helyhez. Menjen még egy kört, így van. Jó, most már megérkezik Kálmán János, látom én. Már most kellene fékezni. Ez az. Jó. Tehát gratulálunk még egyszer Kálmán Jánosnak. Úgy van. A részvételi szalagot Gócán Katalin, az érmet Albert Mihály adja át. Gratulálunk még egyszer Kálmán Jánosnak. És felkérném Schmidt Attilát is, hogy hajtson ide a bírói tribün elé, és a részvételi szalagot és az érmet vegye át. Tehát gratulálunk még egyszer Schmidt Attilának, hogy eljött Morról, köszönjük szépen! És Manuel Istvánnak a díjat Csácsi Tamás fogja átadni, köszönjük szépen! Ugye Manuel István és Manuel Sándor, mivel ugyanazon a napon van most, mai napon náluk születi felvonulás, ők elindultak haza Almádi Vörösberénybe, hogy odaérjenek. Köszönjük szépen! A 16. helyezett nem más, mint Gyercán Tibor, aki szintén Móról érkezett. Gratulálunk Gyercán Tibornak az eredményéhez. Azt mondja, megy még egyet, megmutatja még egyszer magát, hogy itt van. Helyet ért el a gazdafogadhajtó versenyen, gratulálunk neki. A díjszalagot Gócán Katalin, az emlékérmet Albert Mihály polgármester adját. Köszönjük szépen! Gratulálunk az eredményhez. 15. helyezett Csácsi Tamás, aki Solyból érkezett hozzánk. És az idei évtől kezdve folyamatosan részt vesz minden gazdafogadhajtó találkozón. Tehát Csácsi Tamás 15. helyen végzett a gazdafogadhajtó versenyben. Gratulálunk az eredményéhez. A díjszallagot Gócán Katalin, az emlékérmet pedig Albert Mihály adja át. Gratulálunk! A 14. helyen nem más, mint Kovács András végzett. Gratulálunk Kovács Andrásnak! Bár ha a berridai versenyt nézem, akkor nagyon-nagyon visszaesett. Ugye jelen pillanatban Berridán ugyanis első lett? Első lett. Tehát gratulálunk alias Divatnak. Puszit a Divatnak, itt hallom, itt nagyon kiabálják. Megérdemli. Megérdemli. Na? Tessék, kiharcolják. Mindenki ezt akarja, ugye? Gyökérnek annyit kihagyjuk. 13. helyen Török Péter végzett. Török Péter, aki Dudarról érkezett. Gratulálunk neki. Gratulálunk. 12. helyen
Szili Sándor Barnabás végzett. Tehát gratulálunk Szili Sándor Barnabásnak az eredményhez, és örülünk, hogy eljött Morról. Gratulálunk még egyszer. 11. helyen Mihaleckó Gábor, aki Őskörön jött el. Állj meg itt egyből. Állj meg. Tehát Mihaleckó Gábor. Gratulálunk az eredményéhez. Gratulálunk. Vigyázzon a csikóra nagyon. Az első versenyén szerepelt a nyerges ló. 10. helyezett nem más, mint Idős Vörös József. Hadd kérdezzem, megérkezett már? Még mindig nincs. Ki az, aki átveszi? 9. helyen Mauer Sándor végzett. Mauer Sándor is, ha jól tudom, elment, ugye? Ki adja át neki? Tamás, Csácsi Tamás átadja neki, köszönjük. Amit már említettem, Mauer Istvánnal együtt elmentek már, elindultak haza. Gratulálunk neki az érmet, légy szíves, Tamás add át a Sanyiknak. Köszönjük szépen. 8. helyezett nem más, mint Szőke Szabolcs. Tehát gratulálunk. Több kupát nem kaptok, mert összetöritek. Most nézem. Csak nem. Csak nem. Tehát gratulálunk még egyszer Szőke Szabolcsnak. Úgy gondolom, hogy most nagyon jó versenyt sikerült összehozni Szabolcsnak. 7. helyezett nem más. Józsika, megint te vagy itt. Ifjú Vörös József. Tiszteletkört majd szaladsz. A legvégén ám, de komolyan. 6. helyezett nem más. Szintén Vörös József. Kérném vissza a részvételi szalagot, ugyanis fehér jár helyette. Úgy van a 6. helyezetté, köszönöm. Morról érkezett hozzánk Vörös József. Kérném, hogy... Gratulálunk Vörös Józsefnek. Úgy van, a kis Csikó kapta már a szalagot, tessék megnézni. Ez igen. Gratulálunk, majd megszokja az a Csikó, és gratulálunk Vörös Józsefnek. Az egy kis szobrocskát, Kovács Géza felajánlását. Köszönjük szépen. Gratulálunk, Misi! Géza bácsi! 4. helyezett, nem más! Van fogata? Hadd nézzem! Van! Már keresett egyet! Szőke Ferenc! Aki Berhidáról érkezett. Gratulálunk! Így van, tehát Szőke Ferenc kapott egy nagyon szép díjat Kovács Géza felajánlásával, úgy látom, hogy egy szerszám tartó. Elnézést, idősebbik, igen. Gratulálunk hozzá, hóha! És még fogat is vonalattad, mi? Ez ám a luxus! Tehát gratulálunk még egyszer Szőke Ferencnek. 3. helyezett nem más, mint egy helyi versenyző, Vörös Balázs. Gratulálunk neki. Nagyon sajnálom, hogy a Balázs nagyon keveset látom gazdafogadhajtó versenyen. De azért, ami itt van a közelben, azért itt mindig megmutatja magát, hogy igenis, én is még számítok, és ez a 3. hely azért ez mutatja, hogy én azért még mindig itt vagyok. Úgyhogy gratulálunk neki. Közben Máté, mint segédhajtó, hamar felugrik a bakra. Tehát gratulálunk Vörös Balázsnak. Gyere, mutatom a szívemet. Köszönjük szépen! Mint Ufek Tamás, aki elsődül helyezett, nem más. Gratulálunk neki, egy nagyon szép hajtást láttunk tőle, hibátlan hajtást.
Őskörül érkezett a fiatalember. Gratulálunk neki az eredményéhez. Úgy van. Gratulálunk Dufek Tamásnak. És most pedig a Csetényi gazdafogadhajtó verseny első helyezettje, nem más, mint aki Berhidáról érkezett, Szőke Ernő! Gratulálunk! Úgy látom, hogy ez fordítva volt, Berhidán a csetényieknek állt az ászló. Csetényben Berhidának állt az ászló, gratulálok Szőke Ernőnek! A gazdafogadhajtó verseny első helyzete, tessék megnézni, így kell eljönni Berhidáról, ugye? Gratulálunk még egyszer! Szili Sándor Barázsnak, aki szintén Móról érkezett. Schmidt Attilának, aki szintén Móról érkezett. Kovács Andrásnak. A helyi versenyzőnek, ügyes volt a Máté. Kálmán Jánosnak. Vörös Józsefnek. Szőke Ferencnek, aki Berhidáról jött el hozzánk. Mihaleckó Gábornak, aki Öskürről jött el hozzánk. Szej volt Misinek, aki Várpalotáról érkezett. Tufek Tamásnak, aki Öskürről érkezett. Török Péternek, aki Dunarról jött el hozzánk. Ferenc Robertnek, aki szintén Móról érkezett. Csácsi Tamásnak, aki Solyból. És Varga Balázsnak, aki mint helyi színeket képviselte munkaügetésbe. Vörös Balázs, elnézést! Minden lovasportban érdekelt személynek, ezennek megköszönöm figyelmüket, búcsúzunk, viszont hallásra, viszont látásra!